Egészségnap számos ingyenes vizsgálatra várták a pácienseket Kaposváron. Nemzeti konzultáció, Ferenc Orsolya miniszteri biztos válaszolt a Balaton lelleiek kérdéseire. Együttműködés, okleveles gépjármű mechatronikai technikus képzés a képészben. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Idén 15 éves a Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós irodája. A jeles alkalomból többek között vércukorszintméréssel, vérnyomásméréssel és csontsűrűségméréssel várták a pácienseket. Az iroda fő feladata, hogy a betegségek megelőzésének fontosságára felhívja az emberek figyelmét. Működése óta már több mint 41 ezeren vették igénybe az ingyenes szolgáltatásokat. 96% a vér oxigén szintje, 71-es a pulzus. Figyeljük a szívdobbanások ritmusosságát, nincs extra ütés, nem marad ki egy-egy hullám. Figyeljük azt, hogy egy szívdobbanáson belül ezek a hullámok hogyan helyezkednek el. EKG vizsgálatot végeznek a Kaposi Mór Oktató Kórház egészségnapján. Az intézményben rendszeresen szerveznek hasonló szűréseket, amelyek célja a megelőzés. Kati néni is szívesen veszi igénybe az ingyenes szolgáltatást. Jó ez, hogy mi is oda tudunk figyelni az egészségünkre, és javaslom másoknak is, hogy jöjjenek el, vegyék igénybe ezt a jó szolgáltatást, mert így megnyugodhatunk, vagy ha probléma van, időbe lehet kezelni. A kórházban szervezett pénteki egészségnapon az EKG vizsgálat mellett csontsűrűséget, vérnyomást és vércukorszintet is mértek a szakemberek. Akkor, amikor még nem okoz különösebb panaszokat és tüneteket, de ugyanakkor még gyógyítható. És kétféle szűrővizsgálat, amit nagyon fontos, hogy az emberek ismerjenek, az egyik a népegészségügyi szűrővizsgálat, amik itt a kórházban, a szakellátásban elérhetők, ugye ez az emlőszűrés, a méhnyakszűrés, illetve házi orvosokon keresztül a vastagbélszűrés, a másik szűrővizsgálatok pedig az életkorhoz kötött szűrővizsgálat. Ilyeneket végzünk többek között a Kaposvári Egészségközpontban is. Az egészségközpont idén áprilisban nyitotta meg kapuit a páciensek előtt, azóta már több ezeren vettek részt a különböző vizsgálatokon. A megnyitás óta közel már 3000 résztvevő vett részt a szűréseinken, ezek életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. Ez azt jelenti, hogy ami életkornak, kockázatnak megfelelően javasolt szűrés, mondjuk szív- és érrendszeri szűrések, vércukormérés, de akár légzésfunkciós vizsgálat, illetve csontritkulás szűrés, testösszetétel, olyan jellegű szűréseket végzünk, amik életmóddal befolyásolhatók bizonyos betegségek kialakulását meg tudjuk ezekkel. A kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodája már 15 éve működik sikeresen. Évről évre több embert sikerül bevonni a megelőző vizsgálatokba. A pénteki ünnepségen az intézmény főigazgatója kiemelte, úttörőnek számítanak a megelőző vizsgálatok terén. Az ország első és 2012-ig az egyetlen egészségfejlesztési iroda az országban. Létrehozása és a működtetése a kórház vezetésének egy önálló kezdeményezése volt, mely saját forrásból valósított meg. A Prefi több országosan egyedülálló programot indított el. 2008-ban még 2 szakemberrel, jelenleg 10 munkatárs dolgozik az irodában. 2009-ben komplex módon végzett népegészségügyi szűrés programot indítottuk el, amelyben Somogy vármegye valamennyi településének 45-65 év közötti női lakossága bevonásra került. A kezdetektől 2022. decemberéig összesen 1346 szülési nap valósult meg, több mint 41 ezer résztvevővel. A kaposvári prevenciós vizsgálatokat ingyenesen igénybe lehet venni hétfőtől péntekig, előzetes regisztráció szükséges csak hozzá. Végéhez közeledik az évvégi kötelező gépjárműfelelősség biztosítási kampány. Pénteken éjfélig köthetnek új biztosítást a 2010 előtt gyártott személyautókra a tulajdonosok és az üzemben tartók. Az új biztosításra váltók száma a várakozásokkal ellentétben némileg nőtt a múlt évhez képest, közölte a Netrisk a november 27-éig, vagyis pár nappal a kampányzárás vége előtt beérkezett adataira hivatkozva. Több mint 21.500-an váltottak új kötelezőre, azaz többen váltanak kötelező biztosítást idén az egy évvel korábbi kampányhoz képest.
Az új szerződések éves átlagdíja 30.900 forintot tesz ki, 13,7%-kal meghaladja az újrakötéskor érvényben lévő 27.200 forintos éves díjat. Besnyő Márton, a Netrisk vezetője szerint ugyanakkor, ha az érintettek nem kötöttek volna új kötelezőt, akkor a meglévő szerződésük több mint 44.000 forintos díja ment volna tovább. Azaz szerződésenként átlagosan 13.000 forintot takarítottak meg az új biztosításra váltó autósok. Zsúfolásig megtelt az egyik balatonlellei vendéglátóhely szerdán a Védjük meg szuverenitásunkat elnevezésű országjáró körút újabb állomásán, ahol Móring József Attila országgyűlési képviselő meghívására Ferenc Orsolya miniszteri biztos válaszolt az érdeklődők kérdéseire a nemzeti konzultációval kapcsolatban. A nemzeti konzultáció kiválóan mutatja, hogy Magyarországon jól működik a demokrácia. Más európai országban nem kérik ki ilyen módon az emberek véleményét. Erről is beszélt Móring József Attila Balatonlellén, ahol országjáró fórum keretében tudhattak meg többet az érdeklődők a kormány céljairól. Azt, hogy egyáltalán komolyan vegyük és visszatérjünk a normális párbeszéd talajára, hiszen Európában, Brüsszelben, illetve itt Magyarországon is az ellenzéki politikusok egy része az egészen agresszíven lépett fel a nemzeti konzultációval szemben. Holott semmi másról nincs szó, mint hogy értelmesen feltett kérdésekre értelmesen lehet válaszolni. Igennel is, meg nemmel is, meg azzal is, hogy nem érdekel. De az, hogy ez bárkiből agresszivitást váltson ki, ezt semmi nem indokolja. Az újabb nemzeti konzultáció a szuverenitás védelméről szól. Ezt már Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos mondta a fórumon. Ez mindannyiunkról szól, a sorsunkról, a jövőnkről, a hazánkról és Európáról is. Itt az ideje, hogy a magyarok kimondják, hogy mit gondolnak mindarról, ami Európában zajlik. Ezt nem lehet tovább hagyni, hogy a brüsszeli boszorkánykonyhákban a fejünk fölött és nélkülünk hozzanak döntéseket. Az egy ország életét alapvetően meghatározza, hogy kik lakják a területét, ők hogy kerültek oda, milyen szándékkal, és így tovább. Ezekre a kérdésekre keressük a választ, és Magyarország kormánya a már jól ismert módon, a lehető legdemokratikusabban megkérdez minden magyar állampolgárt, hogy elmondja, hogy mondja el a véleményét, és mondja el azt, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről. A fórumok célja, hogy az emberek pontos képet kapjanak a nemzeti konzultáció kérdéseiről. Egyrészt nagyon nyitottak ezek a beszélgetések, az emberek valóban elmondják azt, hogy mit gondolnak, fölteszik azokat a kérdéseket, amik őket aggasztják, és tényleg azt látom, hogy foglalkoztatja a magyarokat az, hogy mi is történik Európában. Nagyon fontos elmondanunk, hogy egy szuverenitási kérdés az, hogy kikkel élünk egy országban, hogy elég volt abból, hogy a Magyarországra tartozó kérdésekben mások akarják diktálni, hogy mit gondoljunk. Legalábbis illene minden európai ország ezt a nemzeti konzultációt megtartani, de Magyarország nem csak ebben az esetben áll az élre, hanem már több egyszer, például a határvédelemben is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Balatonlellén sokan voltak kíváncsiak az országjáró fórumra, amely a következő hetekben is folytatódik a Vármegye több településén. Idén is ünnepi díszbe öltözik a MÁV Start Balatonfenyvesi kisvasútja. A fényvonat december 6-án indul először útnak a Balatonfenyvesi gazdasági vasúton. Az idei adventi időszakban a MÁV Hév, a Volánbusz és a MÁV Start is különleges járművekkel várja az utasokat. A MÁV Start két hétvégén, december 16-án és 23-án is elindítja az Advent Eurocity járatát Budapest és Bécs között. Két héten át tartotta magát 102 cm-en a Balaton átlagos vízszintje, ami csütörtökre kimozdult az időszakos holdpontjáról, 1 cm-nyit emelkedve, a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A téli hónapokban 110 cm a tó üzemi vízszint maximuma, ennél magasabb érték esetén döntenek a vízeresztés megindításáról, amire az előrejelzések szerint jövő év elején kerülhet sor.
Nyílt napot tart szombaton a Matek Kaposvári kampusza. Az egyetem az idei tanévben is hasznos és részletes tájékoztatással várja a pályaválasztás előtt álló diákokat. A felvételizők rendezvényeken tájékozódhatnak az induló képzésekről, a felvételi követelményekről, illetve információkhoz jutnak a kollégiumi és ösztöndi, valamint a nemzetközi lehetőségekről is. A program 10 órakor kezdődik a Kaposvári Kampusz előadói tömbjének aulájában. Akár 30 kreditpont előnnyel is indulhatnak a Széchenyi István Egyetemen a Kaposvári 5-ös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium okleveles gépjármű mechatronikai technikus tanulói. Erről írtak alá együttműködési megállapodást a két intézmény és a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetői november 30-án. Az új képzési forma lényege, hogy a diákok olyan magasabb szintű ismereteket is elsajátítanak a középiskolai évek alatt, amelyek az egyetemi tanulmányaikba is beszámításra kerülnek majd. Ezt tudja, hogy mit jelent? Hát a motorhibakódot. Úgy van, motorhibakódot. Oké. Ez maga az egység a komfort elektronika, ugye? Tehát itt a rádió, aztán itt lehet látni a különböző biztonsági berendezéseket, ugye visszapillantó tükör, mindent lehet működtetni. Fontosnak tartom kiemelni, hogy intézményünk mindig is elkötelezett volt a szakképzés megújításában, hisz az elmúlt évtizedekben úttörő szerepet játszott az osztrák-magyar közös tananyagú gépészeti képzésben, a világbanki gépész és informatikai képzésben, és az elsők között csatlakozott a rendészeti, majd a honvéd kadét képzést indító iskolák közé. Ennek a folyamatnak a része, hogy napjaink újabb és újabb kihívásainak is igyekszünk maradéktalanul megfelelni. Célunk, hogy az egyetemmel közösen kidolgozott tanterv segítségével biztosítsuk a minőségi oktatást, a gépjármű mechatronikai technikus tanulók középiskolai éveik alatt olyan magasabb szintű ismereteket sajátítsanak el, melyek a felsőoktatásban beszámíthatóak lesznek, és hogy a diákok könnyebben, vagy akár rövidebb idő alatt tudnak diplomát szerezni. Ezzel az együttműködési megállapodással még szorosabbá tudjuk vonni a technikum és az egyetem együttműködését, és egy olyan lehetőséget tudunk kínálni az itteni diákoknak, amely azt gondolom, hogy az egész életüket, életpályukat meghatározza. Hogy minden egyes tanuló, vagy felnőttként képzésünkbe belépő személy részére szeretnénk megtalálni a számára legmegfelelőbb képzési formát, a neki hozzá legjobban illeszkedő szakmát, illetve ehhez a legjobb eszközöket és módszereket szeretnénk használni, hogy a legjobbat tudják kihozni majd magukból. Egészségnap számos ingyenes vizsgálatra várták a pácienseket Kaposváron. Nemzeti konzultáció, Ferenc Orsolya miniszteri biztos válaszolt a Balaton lelleiek kérdéseire. Együttműködés, okleveles gépjármű mechatronikai technikus képzés a képészben. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, köszönöm egész hetes megtisztelő figyelmüket, találkozunk hétfőn is, viszontlátásra, szép hétvégét!